fel a szőnyeget, még ma éjjel csavar fel a szőnyeget, a bútorokat gyorsan tolcett ez éjjel. Itt éppen egy felcsavart szőnyeggel mutatják be mozgásos előadásukat az iskolába induló óvodások. A Szivárványtag óvoda idei ballagási ünnepsége nem csak nevében volt szivárványos, hiszen a zenés mozgás mellett nem hiányozhattak a repertoárból a verses összeállítások, a néptánc és a mesejátékok sem. A kicsik már nagyon várták ezt a napot. Viki, ma van a ballagásod, mennyire vártad ezt a mai napot? Hát nagyon vártam, és... és még kérdeztem anyukámat is, hogy mikor lesz még a ballagásom is. Milyen műsort adtok ma előtte, miben fogsz szerepelni? Hát a Só című mesébe, a Vajas Pánkóba, meg egy verset fogok elmondani. Szeretsz szerepelni? Igen, nagyon szeretek. Milyen volt ovisnak lenni? Szeretted az óvodát? Igen, nagyon szerettem az óvodát, meg az óvónéniket is nagyon szerettem. Mi történt veletek az óvodában? Van esetleg egy-két szép élményed? Mit csináltatok ott nap, mint nap? Hát kint játszottunk az udvaron, meg a csoportban is szoktunk játszani, és néha az aulába is leszoktunk menni tornázni. Várod már a sulit? Igen, nagyon várom. Szerinted mi fog ott veled történni? Miért várod? Hát mert olyan sok érdekességet lehet ott tanulni. A 2012-2013-as nevelési évben 100 gyermeknek értek véget az óvodás évek az Egyesített Óvodában. Közülük 38-an egy időpontban búcsúztak el egymástól, valamint a Dajka és az óvónéniktől, hiszen a Szivárványtag óvodában minden évben összevont ballagást tart a 4 csoport. A Brunswick Terésztag óvodában idén 7 csoportból 62 gyermek ballagott el. És bár a hagyományok másak a tagintézményekben, egy azonban közös. Kicsik és nagyok egyaránt izgatottan készültek erre a napra. A nevelési évünk végén többféle hagyomány, csoportszokás szerint köszönünk el az iskolába induló gyermekektől, és hát köszöntjük a velünk együtt ünneplő szülőket is. Vannak olyan csoportok, ahol csoportonként, műsoros évzáró ünnepségen búcsúznak a gyermekektől, illetve mutatják meg az odajáró gyermekek az egész éves nevelőmunkának a legvidámabb pillanatait, és a Szivárványtag óvodában pedig az iskolába készülő búcsúzó nagycsoportos gyermekek köszönnek el az óvodától, az óvodapedagógusoktól. Nagyon sok öröm van ezeken az ünnepi alkalmakon. Gyönyörködünk a gyermekekben, ez az első. Óvodapedagógusként szeretnénk megmutatni a szülőknek és átadni az óvodai élet örömteli pillanatait. Akkor, amikor gyermekek szerepelnek, mindig valami különleges atmoszféra tölti meg azt a helyiséget, ahol ők vannak, hiszen a gyermekek elsősorban az érzelmeikkel működnek, és az érzelmeik által fejezik ki azt, hogy hogyan is érzik ők magukat abban az adott pillanatban, és hát arra is emlékeznek, hogy hogyan is érezték magukat az egész nevelési évben az óvodában. Ez az ünnepi alkalom nem csak a gyermekek elköszönésére és elbúcsúztatására ad lehetőséget nekünk, hanem ilyenkor egy kicsit ünnepélyes keretek között tudjuk megköszönni a kedves szülőknek a velünk való együttműködést, a programjainkon való részvételt, a rendezvényeink után való érdeklődést, és hát azt a nagy dolgot, hogy a legdrágább kincsüket, a gyermeküket ránk bízták. A ballagó nagycsoportosok az iskolába készülő komolyságával, tarisznyával a vállukon indultak el az általános iskolás életbe. A kicsik életében véget ért a sok-sok játékos nappal eltöltött foglalkozás. Szeptembertől egy új korszak veszi kezdetét, hiszen várja őket az iskola a betűk és számok világával.